Idén októberben rendezik az ifjúsági olimpiát Argentínában. A BHS-e tékvandósai szeretnének kvótát szerezni erre a kiemelkedő eseményre. Erre két honvédos versenyző is jó eséllyel pályázik. Edzőjükkel beszélgettünk az esélyekről. Tunéziába fogunk utazni, holnap reggel fogunk indulni. Hát nyilván a kvalifikáció az előnyt élvez a világbajnoksággal szemben. Szeretnénk, hogyha legalább egy sportoló, egy honvédos sportoló kijutna erre a ifjúsági olimpiára, de úgy számolunk, hogy akár mind a kettő is kijuthat. Ez sorsolás függő, mert itt ezen a versenyen kiemelés nincsen, tehát sok fog függeni attól, hogy milyen sorsolás fognak kapni a sportolók, de reméljük, hogy a szerencse is mellettünk lesz, és minden úgy fog alakulni, ahogy kell. Az ifjúsági olimpiai kvalifikáció lesz most a cél, ugye októberben lesz Buenos Airesben az ifjúsági olimpia, három sportoló fogja képviselni Magyarországot, ebből szerencsére kettő a honvéd sportolója, Józsa Levente 55 kg-ban fog indulni, Berei Béla pedig mínusz 73 kg-ban, Levinek a világbajnokságon utána maradni fog ez az 55 kiló, Béla pedig ott egyen lejjebb 68 kilóban fog szerepelni, és reméljük, hogy eredményesen is fog ez a dolog működni. Józsa Levente keményen készült a megmérettetésre, és egy jó sorsolással bármi lehetséges a tornán. Azt szeretném, hogy kijussak az olimpiára, és a VB minél jobb eredményt elérjek. Az utolsó hetekben napi kettő edzés volt, minden nap volt edzés, ha nincs edzés, akkor erőnléti edzés volt. Mellette pszichológus is volt, nagyon nehéz volt. A reggeli keréseket nem szerettem, mindig meget kellni korán. Berei Béla mínusz 73 kg-ban fog indulni a viadalon. Ő is élete formájában várja a megmérettetést. Én a felkészülések alapján és úgy összességében, amennyit készültem, amennyit edzettem, nagyon nagy elvárásokkal megyek, és szerintem igenis esélyem van. Edzőtáborozni igazából végig, hát az igazából nem is volt, inkább egy ilyen akadémikus jellegű edzések voltak, mindig válogatott edzések, az egész magyar taekwondo válogatott együtt edzett, mindenki mindenkivel. Szerintem ez így jobb is, mint egy edzőtábor. Én mivel Hódmezővásárhelyi vagyok, én így felköltöztem ideiglenesen, illetve hát itt edzek a többiekkel. Csak a Honvéd.